Üdvözlünk titeket egy újabb videóban. 2024. augusztus 20-a van, és közben próbálok figyelni a forgalomra, mert ennyire húznak el mellettünk az autók, ugyanis itt vagyunk Szentendrén, a világ végén, és a mai nap folyamán rengeteg múzeum ingyenesen látogatható az állami ünnepek kapcsán, mi pedig eljöttünk a Skansen megnézni, mert én már ezer éve megszeretném. Lili már többször volt. Hát igen, többször voltam az iskolában. Úgyhogy ő már kívülről ismeri. Viszont én gyerekkoromban jártam itt utoljára, kb. 12 évesen. Úgyhogy... Azóta sokat változott szerintem. Úgyhogy érdekes lesz a mai videó, erről fogunk filmezni. Igazából tűzijátékra nem tervezünk menni, mert nagy vihar lesz, úgyhogy... Hát állítólag nagy vihar lesz, de hát ki tudja. Ja, úgyhogy ennyivel érjétek be egyelőre. Tartsatok velünk! Na, itt van a bejárati épület, ami úgy néz ki, mint egy felvétel épület. És jelenleg ugye nincsen jegypénztár, mert ingyenes a belépés. Lili pedig már előre ment, és megyünk utána, és megnézzük a látnivalókat. Van elméletileg vonat is, skanzeni külön vonat. És egyébként köszönöm Lilinek a telefont. Most az ő telefonjával videózok, nincs nálam a stabilizátor, és nem akartam feltűnő lenni, és felajánlotta, hogy a Samsung Galaxy A35 készülékét kölcsön adja. Be van automatikus képstabilizálás, és nagyon szép éles a kép. Úgyhogy köszönöm neki ezt a segítséget, illetve ti is neki köszönjétek meg, hogy most ilyen szép videót tudtok. Még várakozunk, hűsülök egyet. Nagyon meleg van, 40 fok körül van hőmérséklet. Na, hát ki is értünk az épületből, és láthatjátok, hogy itt közlekedik a múzeumi vonat. Azt hiszem egy Acev motorvonatot láthattok előttünk, ha jól tudom, de nem biztos, úgyhogy szakmailag ebben ne kössetek bele. Itt van a végállomás, és innen indul befelé a vonatunk. De most nem fogunk vonatozni, hanem nyilván gyalog fogjuk majd bejárni, de ha jön szembe, akkor lefilmezzük. Egyébként nem kisvasút, mert normál nyomtáv jellemzi. 1435 mm, ugye, ahogy láthatjátok is. Tehát normál nyomtávú vasútról van szó. Úgyhogy ezt jól megcsinálták. Na, megyünk arra lefelé, mert Lili arra ment. Na, bejövünk ebbe a vagonba. Mi van itt? Ez itt a vagonlapok, és Magyarországon a zsidóknak volt a... Hanno a búvok helyen, amikor a kurion. Aha, egyébként ott van mögéd írva, de köszönjük egyébként, akkor nem kell elolvasnom. Köszi a infót. Hát igen. Be van itt rendesen rendezve. És itt is. Gyönyörű környezetben a hegy körülöleli az egészet. És itt az első ilyen épület, amit meg fogunk tekinteni, ami felújítás miatt zárva, ezért lehet ide irogatni valamit. Na, itt van az első kis épületünk, ami nincsen felújítás alatt. Eléggé kis lakályos. Malmos mesék. Mint hogyha nem is Szentendrén járnánk. Itt be lehet nézni. Meg lehet tekinteni a dolgokat. Aj, de jó hűvös van itt. Ja, igen, nem lehet bemenni, csak innen lehet benézni. Érkezik is a motorvonat. Látjátok, hogy le van engedve a sorompó. És itt jön szembe. Bocsánat, BC-mot! Ne haragudjatok, javítom magam. Ez egy BC-mot. Elhaladt. És fel is engedik a soron. Na, nézzük meg ezt az épületet is. Pont itt vagyunk a vasút mellett, amit előbb filmeztem. Nézzétek meg, hogy milyen motivumok vannak itt. Ja, ott van Szobnak a város neve is. Akkor ez valószínűleg Pest megyére volt jellemző.
szob környéke. Hát így néz ki belőle. Megy itt a történelmi duma. Hát mindenhol bekapcsol. Az milyen szőrme? Szerintem bőrből van. Ja, bőr. Bocs, nem szőrme. De én nem tudom, miért mondtam szörmét. Ez tényleg bőr. Nézd kicsim, itt a kút. Hát, ha kimászik bele, lesz hamara. Tudod, a körből azt, amilyen mély. Hát az ide nem ejteném be a telefonodat. Jó, le van rácsozva egyébként, de... Hát valamelyik helyre belállt. Mi ez a nagy dézsa? Dézsák vannak itt. Hát mi ez? Ez egy kád, nem... az egy kád, bocs. Ez mi ez a nagy dézsa? Ez egy kád. Nem, nem kád. Hát oda van írva, vagy ez nem az? Kád és... Nem, hordó. Az nem kád. Azt te szerinted mi? Abban készítették a szőlőt. A szőlőből készítik a bort. Ja, ott taposták a szőlőt. Jó van. Drágám. Jó van, na, városi gyerek vagyok. Bocsánat. Én Panelban nőttem föl, én tudod, hol láttok szőlőt? A piacon. Vagy a boltban, a polcokon. A bort is. De azért... Itt úgy tűnik, hogy ma te vagy az okos. Mai videóban én meg a buta. Na, és egyébként egy érdekes helyre érkezünk. Nézzünk a háttérbe. Ugye megfordulunk hozzá. Itt egy malom. Nagyon szép. Vajon be lehet menni ide a malomba is? Mit van az ajtó? Vannak azért bent egy páran. Az a baj, hogy akárhova bemegyünk, mindenhol nagyon sokan vannak, és ugye ott vannak a adott előadók, akik elmagyarázzák, hogy mi látható ott, őket pedig nem akarjuk filmezni. Úgyhogy emiatt nem tudtam komoly felvételt oda bent csinálni. De azért keresek az olyan helyeket, ahol kevesen vannak, és megpróbálom azt megmutatni nektek. Na mi van? Kútból húzott fel? De hát nem jön semmi. Mert nincs is rajta semmi? Lóg a semmibe. Itt a malacoknak csak kavicsot adnak enni. Hol marad az étel? Nézd, ott a szekér. Ja, mi régen, még amikor az óvodában voltunk, ezen a szekéren ültünk. Jól néz ki egyébként. Egyébként nagyon okos vagyok én is, mert itt van a kezemben a térkép, és nem nézem, hogy melyik égtájhoz tartoznak az épületek. Ja, ahol bejöttünk, eredetileg ahol néztük az első házakat, bocsánat, csak közben felerősödött a szél, az Alföld mezővárosra jellemző. Hát ugye nyilván, ugye nem tudom, nektek megemlítettem-e, de pont a Lilinek mondtam, hogy a dédim is valami hasonlóban lakott. Hát ő nádudvari származású volt, és most érkeztünk át a Kisalföldre, a tízesre. Tehát itt a Kisalföldre jellemző épületeket láthatjátok, ami ugye nyilván Győr, Sopron környéke egykor. Van egy helyes kis templom itt. Mi van a templomban? Lehet itt imádkozni is, vagy csak megnézni? Csak megnézni, imádkozni. Ú, de szép. Én lehet ide lelenni, de minket vágva a legjobb. Le lehet térdelni mához. Igen. És van egy poroltókészülék, hogyha gyertyát is hoznátok, és tizet okoznátok, de hát ne. Nagyon gyújtsatok szép. Inkább gyertyát. Ez milyen jól néz ki ez a ház, nem? Igen. Kis aranyos. Várjál, már kaptunk meghívót, hogy belépjünk itt. Még kutacska is van itt is. Hát most a Kisalföldön vagyunk, ha jól tudom. Aztán... Ez is a régi világ. Ez a cserépkályha, az milyen komoly. Ja.
Na, azt legalább eltaláltam, ugye? Igen. Sedélyefkályha, itt vartak, itt volt a ott a varrógép. Ott is akadt át az ja. Akkor itt mosták a ruhát. Az a kemence szemben? Hol? Ott szemben van egy ilyen lupa falon. Hát ott nem kell. Hát de. ott a lapát. De. Onnan hát, gondoltam. Hát jó, csak ki kenyérsütéshez vagy valami. Hát szerintem igen, kenyérsütés. De amúgy ez is tetszik. Azt a mindenit. Wow! Milyen komoly kis szekrény. Itt is itt a cserépkája. Ilyen bocsánat, a sparhelyet ott van rajta, izé. Edények. De komoly. Amúgy ezek a házak nagyon kellemes hőmérsékletűek voltak, azért nyáron elviselhető lehetett itt a hőség. Itt a cserépkája, igen. És itt a izé, nézd, bölcső. Az igen. Itt mutatja is, melyik részre volt jellemző, melyik városokra. Átértünk Dél-Dunántúra. Milyen gyorsan tudunk itt mozogni, nem? Kisalföldre a Dél-Dunántúra. Bárcsak a MÁV haladna ilyen gyorsan. Ilyen közel vannak a különböző égtájak. Hú, de szép. Aj, de komoly, itt a kemence. Ez de komoly. Hú, ez a csillár tetszik, és ismerős is. Valahonnan. Nekem ez tetszik, nagyon figyeld. Ilyen kis padlástér van itt. Innen lehetett felvenni a padlásra. De hogy ennek az egésznek azt tetszik, hogy ilyen árkádos az egész. Nekem ez annyira tetszik, ez a Dél-Dunántúli rész. Lehet, hogy itt laktam volna, hogyha régen laktam volna. Wow! Hát én biztos itt éreztem volna jól magam, Dél-Dunántúlon. 1900-as évek eleje, azt mondta itt a néni az előbb. 1900-as évek elejé állapot. Tehát még az első világháború előtti. Hú, de komoly. És innen is fel lehet menni a padlástérbe. Nagyon komoly. Az volt a Faddi Porta. Hogy ez is jó, egész lakályos. Kis komoly épület. Még talán ebbe is ellaktam volna. Én eddig az égtájak közül, nekem ezt tetszik, ez a Dél-Dunántúl. Én itt laktam volna. Igen? Jó, úgy értem, hogy az eddigiek közül ezt tetszik. Mi vagyunk a új mozdony. Itt az én töltésen tolpfákkal. Hát ez valami Málenki robot emlékhely. Itt egy vízimalom. Na, most már jól látszik. Elég nagy. Oszta, itt az épületen belül. És tartanak van bemutatót is. És ugye itt vagyunk már a dunántúli településeknél. Ezt akartuk még megnézni, aztán lassan megyünk, mert megy a buszunk. Vagyunk Bakony, Balaton felvidék településénél. Nagyon gyönyörű, főleg ezzel a templommal. Nagyon szép kis házak, és igazából azért jöttünk el erre a pontra, mert húgomnak a barátja lakik gyakorlatilag ott a Balaton felvidéken, és hát, hogy neki is megmutassuk ezt a égtájat. Nagyon gyönyörű egyébként az épületek, tetszenek ezek az árkádos kialakítások, ami mindig is tetszettek. És hát igen, közeledik a vihar, úgyhogy már nem sokáig fogunk itt filmezni. Egyszerűen szép és lélegzet elállító az egész. Most nem biztos, hogy meg fogjuk nézni egyesével a házakat, de így mutatok egy ilyen utcaképet róla. Tényleg nagyon szép, hogy eláll a lélegzetem. Eléggé hangulatos kis megállóhely itt az erdő mellett, és itt vagyunk gyakorlatilag az amfiteátrumnál.
itt lehetne nézni az előadást. Ott a színpad, és felül a nézőtér, ami ugye már a... Hát nagyjából maradt ez a kialakítás, de legtöbbször a színpad magasabbra kerül, mint a nézőtér. Legtöbb esetben itt lehet kipróbálni magatokat színészkedni. Nagyon szép. Na, megyünk? Na, Lili megpróbálja sorompót megemelni. Hát így nem fér át egy autó sem. Hát, ha nekem így emelgetnék mindig a sorompót, én mindig sorba állnék az autóval. Vasúti átjárónál. Így szépen ellibben az autók előtt, itt a Forma 1-nél. Ja, van ilyen játszópark is itt, ki lehet próbálni dolgokat. Itt. Na, most te jössz! Na, hát akkor kérem szépen. Nem olyan könnyű beletalálni a Most fogja majd felhozni majd a vizet a kicsim. Ajánlom figyelmetekbe ezt a helyet, hogyha gyűjtitek ezt a flakont. Hát visszaértünk a kijárathoz, úgyhogy lassan el is köszönünk tőletek, hiszen jön a vihar, meg jön a buszunk, és nem akarunk még plusz 2 órát várakozni a következő járatra, mert nagyon ritkán jár itt minden a hévállomás felé. Egyébként nem volt idő mindent megnézni, de a fontosabb dolgokat megnéztük. Hát a fontosabb dolgokat megnéztük. Melyik volt neked a kedvenc égtájad azok közül, amit láttunk? Vagy tájegyű, vagy nem, már nem is tudom, hogy mondják. Melyik volt ez a szép ház? A Schwab? Igen, a Schwab. Schwab az a Dél-Dunántúl. Igen, a Schwab volt. Nekem is a Dél-Dunántúliak tetszettek. Meg a Bakonyi. Tehát ugye a Balaton felvidéki házak. Hú, egyre jobban dörög az ég, úgyhogy attól félek, hogy ránk fog szakadni itt. Úgyhogy hamarosan menjünk ki a buszhoz, mert ott van egy esőbeálló, és legalább akkor nem akarom lekésni a busz, nem akarok itt bent ragadni az épületbe. Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel. Meg lájkoljátok is. Igen, és lájkoljátok is. Akkor sziasztok. És találkozunk legközelebb. Sziasztok.